Jó reggelt kívánunk mindnyájuknak, kedves nézőink! Ezek a vidám dallamok bizony azt mutatják, hogy valaki nagyon-nagyon boldog lesz a mai reggelen is, hiszen folytatódik tovább az Astropus TV stúdiójáték a csütörtökről csütörtökre. Gazdagabban távoznak stúdiójátékosaink. A mai napon pontosan 1.240.000 forinttal lehet gazdagabb majd valaki. Ennek az összegnek akár a dupláját is megnyerhetik játékosaink. Ugye nyilván a pakliban benne van az is, hogy ennek a felét, de bízom benne, hogy a felezőt messze-messze elkerülik mai stúdió játékosaink, akikkel már is megismerkedhetnek. Itt van velünk ugyanis Gábor, Mónika és Anett. Jó reggelt kívánok mindnyájuknak! Jó reggelt! Beszélgettünk egy picikét itt adás előtt, és azért némi feszültség, izgalom mindenkibe benne van. Hát ez érthető is, mert nem kicsi a tét, nem kevés pénz. Gábor, milyen csillagjeggyel játszik, ezzel duplázhat ugyanis? Halak. A halakat választja Mónika. Nyilas. A nyilast, Anett pedig? Bika. A bikát. Na hát meglátjuk, kinek lesz szerencséje. Gáboré az első lehetőség. Parancsoljon, ön teheti próbára először fortunát a mai reggelen. És derítjük már is, hogy mi az első kipörgetett szám. Szándékosan nem mondok nyerőszámot. Na nézzük! A Skorpió csillagjegy és a 25-ös. Hogy Mónika erre mit válaszol, egy pörgetés formájában már is prezentálhatja neked. Tudja ugye, hogy a 25-ösnél kell nagyobbat pörgetnie. Ezt mindig úgy mondom, mintha az ember tudná, hogy mit fog pörgetni. Könnyű mondani, csinálni annál nehezebb. A három lámpa világít a keréken. Szerintem nézőink is nagyon jól tudják, ez annyit jelent, hogy stúdiójáték szabályainak megfeleltünk. És már is átvette a vezetést a pak csillagjeggyel és a 49-essel. Anett fog pontot tenni a mondat végére. Anyag eleganciával megpörgette a kereket, de lehet, hogy pont ez lesz az, ami szerencsét hoz. Na nézzük, nagyobb lesz-e, mint a 49-es a most kipörgetett. Nagyobb bizony, a bak csillagjegy és a 73-as. Patás, de nem bika, de gondolom ennek egy picit sem veszi el a kezdét, hiszen 1.240.000 forintot nyert ebben a másodpercben. Remélem örülnek. Nagyon örülök, köszönöm. Na, hát ennek én is. Tudja már, hogy mire fogja költeni? Hát több mindenre, de egy utazás mindenképpen lesz belőle. A több minden mit jelent? Még gondolkodik rajta, rendben, gratulálok. Hát ebből azért szerintem mindenre jut, ezt minden reggel elmondom, de fontos tudni, azt szokták mondani, hogy nem szabad egyben elkölteni, csak szépen, apránként. Gratulálok, még egyszer, másik két játékosunk is 50-50 ezer forintot nyert fejenként. Ne szomorkodjanak, remélem, hogy azért örülnek önök is. Köszönöm, igen, hogy itt voltak. Köszönöm. Nos, kedves nézőink, nem is rabolom tovább az időt, hiszen már itt áll mellettünk sorsolási bizottságunk elnöke, Tóth Sára. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a nézőket! Sárával fogjuk kisorsolni a jövő heti stúdiójátékosokat és a tartalék játékosokat is. De természetesen mindig fontos elmondanom, hogy Sára, mint sorsolási bizottsági elnök, azért van itt, hogy érvényesítse és ellenőrizze a pályázati lapokat. Lippai Szabolcsal játszunk, hogyha minden igaz. Rásony Sáp Berencsről küldte nekünk ezt a pályázati lapot. Őt várjuk szeretettel már a jövő héten. Jöjjön a következő név, a második stúdiójátékos. Aki nem más, mint Erdei Péter, Berettyó Újfaluról. Így van, a pályázati lap pedig tökéletesen lett kitöltve, úgyhogy Pétert is szeretettel várjuk, eddig két úriember. Na vajon, harmadik stúdió játékosként egy hölgy is befér-e? Bizonyám, Otto Lászlóné. Ráckeve. Ráckevéről, így van. Te is ezt olvasod? Így van. 2300-as irányítószám Ráckevéről küldte nekünk ezt a pályázati lapot, neki is gratulálunk. Ők hárman tehát már itt lehetnek velünk jövő héten a stúdióban, és két tartalék játékos gyorsan még sorsolunk. Közülük az első, Ragány Dániel Ajakról. Így van, jó lesz. Szuper, neki is gratulálok. És még valaki. Aki nem más, mint Tulok Gábor, köcski játékosunk. Jó lesz.
És akkor már is itt a táblázat, ahol az imént kisorsolt neveket láthatják. A három felső név a három stúdiójátékost, a két alsó pedig a két tartalék játékost jelenti, ahogy mindig is. Őket nagyon nagy szeretettel várjuk. Várom ide a stúdióba, 50 ezer forintot kapnak fejenként, hogyha eljönnek. És persze, három stúdiójátékosunk megpörgetheti az Astro Plus TV kereket. Jövő héten ugyanis több mint 1,4 millió forint kerül majd játékba, tehát nem lesz akkor sem kicsi a tét. Önöket is várjuk egy nagyon izgalmas játékkal. További szép napot kívánok mindnyájuknak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!